A 60-bani máron 5 éve működő egészségfejlesztési iroda tevékenységi köre 2018 áprilisában kibővült a mentális egészségvédelem tevékenységi körével. A projekt fő célja, hogy tudatosítsa a lakosságban a lelki egészségre való törekvés fontosságát, csökkentse a mentális problémákkal szembeni előítéleteket és mentális egészségfejlesztési programokkal, információkkal szolgáljon. Ez egy nagy projekt. Részben azért, mert nagy korcsoporttal dolgozunk, ami megmutatja azt tulajdonképpen, hogy a lelkünk egészségvédelmére szinte születésünktől egészen a halálunkig oda kellene figyelni, ugyanúgy, mint a testi panaszainkra. 25 programelem van, ami több helyszínen is megvalósul, szóval ezt felszorozzuk azért, ez is mutatja, hogy igen, sokoldalú a paletta, ahol tenni lehet ezen a területen. És hát közel 50 külső szervezettel vagy szakemberrel dolgozunk, ezt próbáljuk koordinálni, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy tényleg nagyon komplex az a gárda, aki tud tenni azért, hogy a lelki egészséggel kapcsolatos problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Egyébként a lakossággal való találkozás során az elmúlt években azért felmerült már ez az igény. Nagyon sokan jelezték, hogy örülnének, hogyha lennének ilyen jellegű programjaink. És hát azt kell mondjam, hogy most már lassan fél éve, hogy elindultunk, hogy ezek azért igazán szép látogatottsággal és nagy érdeklődéssel futnak. Szinte, tehát az általános iskolákban jelen vagyunk, idős otthonokban jelen vagyunk, és hát nagyon sok programunk itt valósul meg. A lelki problémák időben való felismerése és kezelése ugyanolyan fontos, mint a testi tüneteké. Ennek az elvnek a mentén nyitotta meg kapuit, tehát a Lelki Egészségközpont. A programok célja, hogy az egyén már lehetőleg a probléma megjelenésekor segítséget kapjon. Nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát szerintem mindenki életében vannak olyan élethelyzetek, ami mondjuk nagyobb stresszel vagy nagyobb megpróbáltatással jár az ő számára, és éppen ezért igyekszik megküzdeni, csak nem biztos, hogy megfelelő eszközparkon rendelkezik ehhez. Nem biztos, hogy megfelelőek a megküzdési stratégiái, és belereked egy szituációba. Ez lehet egy komolyabb trauma, lehet egy kisebb megpróbáltatás, nyilván nem azonos az a szint ez egyes egyéneknél, amit elbír, és mi ebben tudunk akkor segíteni, hogy akár egy relaxációs technikával, akár egy konfliktuskezelő tréninggel, akár egy művészetterápián keresztül, mondjuk, hogy az alkotás folyamatában, hogy tud feszültséget oldani, vagy éppen ha arra van szükség egy egyéni tanácsban, tudunk neki segíteni abba, hogy a saját erőforrásait másképp tudja szemlélni, másképp tudja használni, a saját gondolatait másképp tudja rendezni, és ezáltal képes legyen arra, hogy tulajdonképpen más szemszögből nézzen a saját problémájára, és maga találjon megoldást arra, hogy itt ebből előrébb tudjon lépni. A program keretein belül lehet ugyan kérni egyéni pszichológiai tanácsadást, ám a foglalkozások nagyobb része csoportokban zajlik. A csoportfoglalkozások áldása, hogy társközösségek jönnek létre, ahol a résztvevők egymást is tudják segíteni. Csoportfoglalkozáson az emberek szembesülnek azzal, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, hogy meg tudják osztani a tapasztalataikat, az érzéseiket, és tulajdonképpen építkezni tudnak egymásból, és azért ami nagyon fontos, hogy azért tényleg ezeken a csoportokon mi próbálunk egy nagyon empatikus, bizalommal teli légkört teremteni, amiből valóban tudnak építkezni az itt résztvevők, és egyébként az a tapasztalat, hogy nagyon sokan még mondjuk egy csoport befejezés után akár tartják is a kapcsolatot, tehát tényleg új társas kapcsolatok is születnek, ami nagyon-nagyon fontos a lelki egészségvédelmünk szempontjából, hogy legyen olyan közösség, amihez szívesen tartozunk. A fiatal családok kiemelt szerepet kapnak, így nagy hangsúlyt fektetnek a szülői készségfejlesztésre.
Van egy család születik nevezetű programunk, ami egy hat alkalmas szülésfelkészítő, egy nagyon komplex dolog, mert az elméleti, a gyakorlati dolgok mellett egy pszichológussal is találkozhatnak a résztvevők, és ő is segít nekik abban, hogy ebbe az új élethelyzetben, mert bár egy baba születése tényleg egy csodálatos dolog, de ugye új szerepkörök lennek létre, férjből és feleségből anya és apa lesz, és bizony ez is új szituációkat teremthet, erre is próbálunk segíteni. A Fiatal Család Születik program összeállításakor természetesen arra törekedtek a szakemberek, hogy minél több hasznos információval lássák el a kismamákat. A program első foglalkozása két részből áll. Egy szülésnek az elméleti részének az oktatása, meg a várandósággal kapcsolatos dolgokról beszélünk. A második részben pedig felmegyünk a szülőszobára, és helyileg megmutatjuk azt, hogy a szülés hol fog zajlani. Megmutatjuk a szülészeti osztályt, betekintést nyerhetnek az újszülött osztály életébe. Tehát a lényeg az, hogy nem vadidegenként érkeznek meg a szülőszobára szülésként, hanem ismerősként látják már a terepet a kismamák. A tapasztalat az, hogy a szülés előtt álló kismamák nem egyedül érkeznek annak idején a szülésre. Mintegy 80%-os többségük szeretné, ha valaki bent tartózkodna velük a szülőszobán a szülés folyamata alatt. Általában a párjuk vállalja ezt a feladatot, de lehetőség van másik személy megjelölésére is, akivel már a felkészítőn is együtt vehetnek részt. A második foglalkozás a sürgősségi elsősegélyhez ad gyakorlati tanácsokat. Sok kérdés van a kismamákban, hogy mit csináljak, ha félrenyel a gyerek, mit csináljak, hogyha bukik a baba, mit csináljak, ha nem bűfizik a gyerek, vagy ne agyisten, egy újraélesztésről lenne szó, akkor tehát itt ezekre próbálunk rávilágítani. A további foglalkozásokba becsatlakozik a védőnő, majd egy pszichológus is. A pszichológus foglalkozása egy ilyen nyitottabb beszélgetés, ami azért a kismamáknak vannak aggályaik a szüléssel kapcsolatban, vannak azzal aggályaik, hogy ugyan meg fogok-e birkózni, hogyan fogom ellátni a gyereket, stb. A védőnő foglalkozásai a szoptatás jelentőségéről szól, hogy milyen nagy jelentősége van a szoptatásnak, főleg az első szoptatásnak is a szülőszobán. Nagyon kitérünk arra, hogy milyen nagy jelentősége van az aranyórának, tehát nyilván próbáljuk a maximálisan kihozni azt, amit ki tudunk hozni ebből a helyzetből. Nyilván ha a császármetszésre kerül a sor, akkor is azért nem tudjuk azt biztosítani a műtőben, amit a szülőszobán, de próbálunk minél többet adni a kismamáknak ilyen téren is. Továbbá a védőnő elmondja azt, hogy mi kell a babafogadáshoz, a babakelengyéről, elmondja a szoptatást, megtanítja azt, hogy hogyan kell szoptatni, hogyan kell a fejést, az emlőn elvégezni. Majd egy nagyon hasznos dolog van még benne, az otthoniakra való további felkészítés. Mert azért most nagyon gyorsan hazengedjük, tehát egy egészséges spontán szülés zajlik, és egy egészséges baba van, akkor 24 óra, vagy 48 óra letelte után hazengedjük a kismamát a babával. Ekkor a minden szülővizsgálat lezajlik, és mehetnek haza. Tehát nyilván támogatás kell még azért otthonra is, meg sok hasznos információ, hogy mit csináljanak az újszülöttjükkel. Rengeteg pozitív visszajelzést kapnak a programban résztvevő szakemberek, akik nyitottak arra, hogy a szülés után is tanácsokkal lássák el a kismamákat, ha azok elbizonytalanodnának, akár egy babamasszázs alkalmával is. Itt szülés után lehetőség van a babamasszázsra is, ami tulajdonképpen a baba 3 hónapos korától zajlik itt az egészségfejlesztési irodába. Szoktuk ajánlani, nagyon jó, ez a kismamának is és a babának is egy nagyon jó dolog. És azért ki is szokták használni ezt is a kismamák, a szülés előtt meg a terhes torna van, amit szintén szoktunk ajánlani, és igen nagy számba kihasználják ezt is a kismamáink. A lelki egészségfejlesztő programok keretein belül tehát számtalan lehetőséget kap a lakosság arra, hogy a lelki egyensúlyát megtartsa, vagy ha épp kibillent abból, hát visszataláljon az arany középútra.